Tehát a félelem nélküli élet. Igen, ugye a Facebook csoportnak ez az alcíme. Nem véletlenül, mert ez az egyik legfontosabb dolog, amit el kellene, hogy tudjunk érni. Uh-huh. Több okból kifolyólag is ez nem könnyű. Tehát vannak az emberben régről hozott olyan káros emlékek, félelmek, stressz okozta gátak, amelyek a tudatalattiba beépülnek, és nem is vesszük észre, de azok kezdik el irányítani az életünket. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt az Érzelem Suli Podcast interjúk című új sorozata, és a Tenerife-i kalandunk egy újabb állomásánál vagyunk. Mutathatom, ugye? A könyvet is mutatok hozzá, mert hogy egy olyan témáról beszélgetünk Lajos Antallal, illetve meg az ő életéről, ami elvezetett a Tudatalatti Határtalan Ereje című könyvig. Ezt majd berakom ilyen linkbe, és akkor látni fogjátok. És megbeszéltük Antallal, hogy Antinak szólíthatom, úgyhogy vagy most átváltok Antira, és ugye Anti építész, és több mint 10 éve élnek itt a párjával Tenerifén, ha jól tudom, van 2 lányotok is. Igen. Mesélj egy kicsit arról, hogy hát a könyv nagyon érdekel, tehát hogy ez lesz, erről is beszélünk, csak hogy az utazásodról, hogy jöttetek, miért jöttetek Tenerifére, itt írtad gondolom a könyvet, hogyan kezdődött ez az egész kaland, hogy most itt fogjuk ezt a könyvet, és itt ülünk, és ez egy, és azt is elmondhatom, hogy ez egy olyan apartmanban ülünk, ugye ingatlanokkal is foglalkoztok, igen, és olyan apartmanban ülünk, amit eladásra szántok, és ezt most újítottátok fel, és egy pazar lett, tehát gyönyörű lett. Mesélj magadról, Ati, hogy igen. Több mint 10 éve lakunk már Tenerifén. Végül is nekünk Spanyolországban is volt korábban ingatlanunk, meg szerettem volna vállalkozást ott folytatni, tehát ezt a építészettel összefüggő tevékenységet, de aztán az ottani próbálkozásunk az akkor nem teljesedett ki. Aztán az egész családban mindenki tudta, hogy én nekem ilyen spanyolországi attitűdöm van, és egy ismerős által kaptuk azt az információt, hogy ha mindenáron Spanyolországba szeretnék valamikor költözni, akkor Tenerife is ideális lehet, hiszen itt egész évben szezon van, az időjárás még jobb, mint a félszigeten. És akkor 10 évvel ezelőtt márciusban kijöttem körbenézni, és feltérképezni a lehetőségeket. Júniusban, amikor véget ért az iskola a lányoknak, akkor pedig visszamentem, és már az egész család kijött. Mennyi idősek voltak akkor a lányok? Mert most már nagyobbak, de hogy... A kicsi az 1 évet járt iskolába, tehát a iskolába, így van, a nagyobbik az 4 évvel idősebb, tehát kicsik voltak még, nem beszéltek spanyolul semmit, a nagyobbik egy picit angolul. Ehhez képest majd hozzátartozik a képhez, hogy itt viszont már olyan szintre jutottak a nyelvtanulásból, hogy a nagyobbik 9 nyelven beszél. Azt a mindenit. Fantasztikus képességei vannak. Igen, az igen. De a kislányom, a kicsi, az mikor először ment iskolába és hazajött, azt mondta, hogy hát ha a tanárnéni akar velem beszélni, akkor tanuljon meg magyarul, mert ő nem értett semmit. De aranyos. Tehát ilyen szinten az kellett igen. Nekik felfejlődni. Ő most érettségizett tavaly, de teljesen kitűnő lett, és az iskola legjobb tanulójává vált. Igen, gratulálok. Tehát igen. Magyar gyerekként, spanyol nyelven érettségizni, és ott a legjobbnak lenni, az hiszem még egy külön kihívás abszolút, volt. Abszolút. Tehát nagyon elégedett mindenki, az egész család, a lányok is, a feleségem is, azzal, hogy itt, hogy így döntöttünk, tehát ez egy jó döntés volt. És végül is amellett, hogy az építészettel, lakások vásárlásával, felújításával, bérbeadásával foglalkozunk, emellett volt némi kis időm a régi hobbimnak hódolni. Nagyon érdekel az európai filozófia, a keleti bölcselet, a tudatalatti, az, hogy hogyan lehet változásokat előidézni az embernek az életében, hogyan tudunk módosítani azonokon a folyamatokon, amelyek körülöttünk vannak. Ez évtizedek óta érdekel, és nagyon sok ismeretet szereztem, nagyon sok előadást meghallgattam, rengeteg könyvet elolvastam, mindig mindenkivel erről beszéltem, ha csak tehettem, és elég sok ismeret és tapasztalat halmozódott fel, és úgy gondoltam, leginkább egyébként a feleségemnek az unszolására, hogy ezeket leírom. Nem feltétlenül könyvformába, csak azokat a gondolatokat leírom, hogy majd lesz belőle valami, és hogy ne felejtsem el őket. És végül is ez odáig fajult ez a dolog, hogy egész sok minden
összejött. Gondoltam először, akkor lesz egy kisebb könyv, egy ilyen 100 oldalt majd összehozok belőle, de közben találkoztam dr. Alexander Lloydnak a bestseller könyvével, a Gyógyító kóddal. Ezt is itt látjuk. Igen, amelyeket miután elolvastam, akkor döbbentem meg, hogy ez a könyv olyan, mintha én írtam volna, aha, idézőjelbe, tehát annyira aztán ugyanolyan gondolat menete van, és ugyanúgy látja a világot. Nagyon nagy hatással volt rám, és ennek hatására élelődött meg az a gondolat, hogy akkor ez nem csak egy ilyen kis leírás gyűjtemény lesz, hanem ebből lehetne egy könyvet is csinálni, és hát több mint 300 oldalasra sikeredett. Fantasztikus. És itt van egymás mellett, ugye, igen, két könyv, tehát igen, hogy teremtés. Igen, igen. És aztán még hozzátartozik a képhez, hogy lefordítattuk angolra a könyvet. Angol nyelven is kapható a világ minden pontján az Amazonon keresztül. De jó. És vettem a bátorságot, hogy Alexander Lloydnak elküldtem egy példányt belőle, igen, interneten. Kíváncsi voltam a véleményére. Nem ismertem előtte, tehát teljesen ismeretlenül. Nem tudtam, hogy fog rá reagálni. Vagy hogy reagál, vagy igen, mi lesz. Egy kicsit tartottam tőle, mert azért ő ennek a szakterületnek egy igazán elismert szerzője, és tényleg bestseller a könyvei vannak. És egy vagy két szót írt vissza az e-mailemre, ami hirtelen nem is tudtam, hogy most hogy értelmezzem, de azt jelentette, hogy fantasztikus, csodálatos, tehát hogy hihetetlenül jó. Hát ez most, ha akarom, akkor jónak is értelmezhetem, ha akarom, kevésbé, mert hogy hát annyi érdekes volt, hogy csak egy szót írt. De hát nagy, alapvetően örültem neki. Örültél neki. Már ezt akartam kérdezni, mert ugye úgyis erről beszélgetünk, hogy melyik valóságot választottad? Tehát, hogy azt a valóságot, hogy örültél neki, vagy azt, hogy hát miért nem írt egy oldalt? Bíztam benne, hogy az lesz a vége, hogy örülhetek. És miután elkezdtem, de aztán ugye reagáltam rá, hogy köszönöm, hogy elolvasta. Akkor már egy kicsit bővebben és felajánlotta, hogyha van lehetőségem, akkor találkozzunk, és nagyon szívesen beszélgetne velem. És ugye az is volt a kérésem, hogy ha csak egy mód van rá, és úgy gondolja, és írna nekem egy ajánlást a könyv hátuljára, akkor azt meg nagyon megköszönném. És ide is került. És a végén ez sikerült, ami nagyon, ami már kifejezetten tényleg nagy örömömre szolgált. És találkozni pedig úgy találkoztunk, hogy Frankfurtban volt egy előadás sorozata, és azt én épp megláttam, hogy itt Európában tartózkodik. Arra elmentem, ott tudtunk személyesen beszélni. Azt mondta akkor, hogy a nagylányom jött velem már akkor is fordítani, mert minden, tehát angolból is már akkor felsőfokú nyelvvizsgája volt, pedig még talán azt hiszem 18 éves lehetett. És azt mondta akkor, hogy Anta, a te könyved jobb, mint az enyém. Ez igaz, de jó. A lányom is meg illetődött és elcsodálkozott, mert hogy ő inkább a gyógyítás lehetőségeire összpontosít, és azt mondta, hogy ezekben a fejezetekben, ami 41 néhány fejezet, annyira sokrétűen minden egyes emberekben általában felvetődő kérdésre megvan a válasz, ami nagyon-nagyon jól általánosan összefoglalja ezt az egész területet. Ami valóban így van, és erre is törekedtem, azóta is nagyon jók az egyéb visszajelzések is, nagyon sokat már a harmadik kiadásnál tartunk. Most, tehát ez már harmadszorra ment nyomdába ilyen. Igen. Magyarországon az összes Libri boltban kapható, illetve hát a honlapomon is. És bárkinek nagyon szívesen segítek, ha van kérdése ezzel kapcsolatban. Van egy Facebook oldalunk, ahol vagy Facebook csoport, van csoport is, több mint 6000 taggal. De jó. Ahol tényleg, ha valaki kérdez... Ez privát csoport? Mert én ezt nem láttam. Nézelőttem, hogy nyilvános valami, én nekem nem jött szembe. Jó, majd jó. Akkor... Jó, oké, de hogy van ilyen, és 6000 fő, igen, tök jó. Igen, tök igen. Jó. És ha valakinek van kérdése, oda nyugodtan írhat, vagy akár van YouTube csatornád is, ott fent igen, vannak az előadások. Ezeket igen, én be fogom ide rakni majd a videó alá, és akkor ezt láthatjátok, meg tudjátok nézni. Jó? Igen. Tök jó. Igen, előadásokat is rendszeresen tartottam, még a pandémia előtt három nagyobb videó van egyenlőre fent a YouTube csatornámon. De most ugye 2023-at írunk,
már ősz van, ebben 22. az évben, vagy 22-t már előre gondolkoztam, hogy már ebben az évben valószínű, hogy nem, de 2023-ban tervezem, hogy akkor azért ezt folytatjuk, ezt a hagyományt. Nagyon sokan érdeklődtek, hogy mikor lesz új előadás. Illetve hát van szándékomban az időmtől függően, hogy majd lesz egy második könyv is, ennek a folytatása, vagy egy kicsit másabb téma. De hát ez is annyira szerteágazó és sokrétű, hogy erről is lehetne még beszélni. Sokat. A lányaim azok szokták is mondani, hogy apa, ha te erről a témáról kezd el beszélni, akkor túl sokat is beszélsz, úgyhogy kicsit sokszor vissza kell fognom magamat. De hát jó, de ez benned van a szenvedély, és ez így belülről jön. Évtizedek óta megvan, de most, hogy ez így már konkrét, megfogható formában is megnyilvánult, magáról erről a területről még konkrétabban tudok beszélni, és nagyon sokan érdeklődnek. És nagyon szívesen segítek bárkinek. Mikor indult el benned a változás? Tehát, vagy nem is a változás, hanem mikor kezdtél ez, mert gyerekkorodban megvolt ez az érdeklődési köröd, mondjuk így a... Igen. Most mondtad, hogy az európai dolgok, vagy olvastam ugye a buddhizmus, igen, vagy a vallások, igen, rend, ez gyerekkortól indult. Hát szinte azt lehet mondani, a filozófia, az már abszolút... Hát ez összefüggött mondjuk a matematikával, de a matematikának is inkább ezt a elméleti oldalát szerettem nagyon, amit most a kislányom, a kisebbik visz tovább, mert Amerikában tanul egy egyetemen, oda felvételizett, három helyre is felvették, de egy olyan egyetemre sikerült elmennie, ahol nagyon magas szinten művelik a fizikát, meg a matematikát, és mondta már egy évvel is ezelőtt nekem, hogy apa, szerintem én már téged túlhaladtalak. Igen? Igen, de mondtam jó, is néha neki, hogy aztán sokszor jött, hogy apa, segíts már egy kicsit, matek, hogy még próbáljunk azért közösen előre jutni. Még mindig tudok neki segíteni. Még tudsz neki, kicsit, de már de most jó. Már most tényleg lassan oda jutunk, hogy túlhalad engem. És a lányaid, lányaitok, ők... Gondolom ebben a millióban, ebben a szemléletmódban tudtak kiteljesedni. Az ő kiteljesedésüknek is ugye lényegében a titka az megtalálható itt a könyvben. Azt gondolom, hogy a háttérből az a segítség, amit tudtunk nekik adni, szinte észrevétlenül, az a fajta saját szemléletmódunk és gondolkodásmódunk, az biztos, hogy segített nekik, illetve hát ők maguk is ezt a módszert, ami a könyvemben van, a gyógyítókódnak egy továbbfejlesztett változatát, azt maguk is használják. A nagylány például ugye ezt a 9 nyelvet úgy tanulta meg, hogy részben ezzel a módszerrel sikerült neki elérni azt, hogy teljesen nyugodtá váljon, megszabaduljon a kétségeitől, megszabaduljon attól a téves hiedelemtől, amit sokan hisznek magukról, hogy ők nekik nincs tehetségük a nyelvhez, ahhoz külön képesség kell, és nem tudnak megtanulni. Az ilyen típusú káros emlékeket és ebből fakadó gátakat, blokkokat fel lehet oldani, és amikor ez megtörténik, akkor szinte rakéta sebességgel kezd el szárnyalni az ember, és azok az energiák, amelyeket fel tud magában halmozni, azok elkezdenek segíteni neki abban, hogy jobban haladjon. Ő neki ez például nagyon sokat segített, de ugye mind a két lánynál ez elmondható. Tehát az itteni környezet, ez a tenerifei befogadó, nagyon megengedő, nagyon könnyed és nagyon napfényes környezet, ez persze segített. Ez még emelt ez, rajta. Ez még segített, de a háttérből ez is nagyon fontos volt. És mi magunk is mindig azt mondtuk nekik, hogy biztosan meg fogjátok tudni csinálni. Tehát ez nem egy üres szólam volt, hanem amikor a kicsi ugye első nap hazajött, és azt mondta, hogy ő nem tud semmit, nem ért semmit. Kérdeztük, milyen órán voltatok. Hát azt mondja, matek órán voltunk, mert felírta a tanárnén, hogy 2 meg 3, de nem számoltuk ki, és azt angolul mondta, hogy 2 meg 3, annyit már ő tudott. Aha. Hát Micike, akkor te nem matek órán voltál, hanem angol órán. Tehát olyan szinten nem tudta, hogy hol van. Értem. Ennek ellenére... És onnan ugye, most meg hol tart? Fantasztikus. Igen, Amerikai Egyetemen. Aztán. És akkor is azt mondtuk neki, hogy ne aggódjál, meg fogod tudni tanulni a spanyolt, nem lesz probléma. Ti egyébként beszéltetek spanyolul, mikor kijöttetek ide? Én egy kicsit egy évig tanultam otthon, még a korábbi spanyolországi próbálkozás okán spanyolul, tehát ennyi volt az egész. És ez a korábbi spanyolországi próbálkozás az azt jelenti, hogy kiköltöztetek Spanyolországba is? Vagy vettünk ott egy ingatlant, meg alapítottam ott egy céget, és ki szerettünk volna költözni. Aha. De csak néhány alkalommal mentünk rövidebb időre. De aztán ott nem úgy alakultak a dolgok, értem, mint ahogy terveztük. És azt követően lett ez a tenerifei döntés.
Tehát a gyerek is megértette, elhitte, hogy igen, meg fogja tanulni a nyelvet. Itt is nagyon sokszor hallom, sok család kijön, egy évig itt vannak, és mondják, hogy hát haza kell költöznünk, mert a gyerek nem tud megtanulni spanyolul, megbukott, nem ért semmit. Azt gondolom, hogy persze lehetnek ennek sok oka, de ha a szülő azt mondja, hogy mikor a gyerek panaszkodik, hogy nem érti, hogy ó, hát most mit tudjak vele csinálni, én se értem, akkor nem is fogja érteni. Így van. De ha azt mondjuk, hogy nem probléma, ki fog az alakulni, akkor ez így is lesz, és egy olyan 3 hónap múlva a tanárnéni már mondta az osztályfőnök, hogy a gyerek az már gyakorlatilag folyékonyan beszél. De jó, azt a 3 hónap. Gyerekként 3 hónap alatt megállt a mindenit. Hát most Amerikában egyébként az egyetemen... Melyik már, titok vagy szabad tudni? Nem, az Augustana Egyetem. Többféle szak... Merre van az az egyetem? Ez Dél-Dakotában van. Chicagóhoz nem olyan túl messze. És ott most angol, amerikai gyerekeknek tanít spanyolt. Tehát elég magas szinten műveli, meg hát azért a matematikát és angol nyelven megérteni, még magát, megátadni. Magát, és utána meg azt megoldani. Na szóval ezek nagy szellemi képességek és kapacitást feltételező dolgok. És mennyire befogadó az itteni közösség arra, aki te vagy, tehát amit te képviselsz, igen, tehát szoktak hozzád jönni, meg akár nem, én majd mondtad persze, hogy segítesz másoknak is, hogy de hogy akik már úgy ismernek, igen, de hogy a helyi közösségben, igen, is így ismernek, megtalálnak. Volt itt, tartottam előadást itt Tenerifén is, de pont egy néhány hete az egyik srác, aki így alvállalkozóként dolgozott nekem a felújítási munkáknál, egyszer ír egy WhatsApp üzenetet, hogy figyelj csak, de te arról nekem semmit nem beszéltél, hogy te egy könyvet is írtál. Hát a feleségettől kell megtudnom, hogy ezért, de hát itt Tenerifén azért hamar elterjednek a hírek. Tehát én ezt úgy nem szoktam különösképpen mondani. Nem egy olyan típus vagyok, nem mintha titkolnám, csak amikor a szóba kerül, akkor foglalkozok, meg a felújításokkal, lakberendezéssel, akkor értem, azt csinálom. Értem. Ha szóba kerül, akkor persze nem tagadom le, de úgy én ezt nem szoktam annyira nagyon propagálni. Tehát akkor itt mondjuk Tenerifén, akkor Lajos Antalt, mint építészt, igen, meg igen, ingatlanost igen, ismernek, igen, és igen, nem pedig, mint írót, aki egyébként igen, meg mondhatjuk, hogy valamilyen formában tudattranszformálással foglalkozol. Igen. Aha, igen. Értem. Igen. Hát ugye kérdezted, hogy mennyire hatott ez a lányokra. Igen, tehát igen. A nagylány az most Brüsszelben dolgozik, egy 5 hónapos gyakorlatot nyert el a Európai Parlamentben. Wow. És az az érdekesség a dolognak, hogy 94 jelentkező közül választották őt. Az igen. De ez a 94 jelentkező, ez tényleg válogatott társaság volt már a különböző európai egyetemekről, és úgy sikerült neki ide bejutni. Hát madarat lehetne vele fogadni. Még egy hete van kint, de gyakorlatilag eszméletlen élményeket szerez. És ő például ugye az egyetemi tanulmányai során, ő Salamancán, Spanyolországban tanult bölcsészszakon, de azt követően egy évet Barcelonában töltött el a mesterképzésen, uh-huh, nemzetközi kapcsolatok diplomácia, emiatt sikerült neki az Európai Unióhoz bekerülni. Viszont Salamancán ő a 4 évből 3-at külföldön töltött, cserediákként. Ja, értem, tehát hogy nem nagyon igen, volt ott. Nagyon-nagyon-nagyon utazós a lány, és egy évet volt Amerikában, ő is cserediákként, és csak érdekességképpen azért mondom, hogy Amerikában egy magyar gyerek angol nyelven szervezte meg, hogy egy francia nyelvvizsgát ott Chicagóban, mert oda kellett elutaznia, megtehessen, és a franciát spanyolul tanulta. Tehát ezek nagyon zseniális dolgok, és utána pedig egy fél évet Franciaországban, Párizsban volt a Sorbonne Egyetemen cserediákként, majd Rómában a La Sapienza-n, ami Európa legnagyobb egyeteme. Tehát fantasztikus helyeken járt. Világpolgár. És ez a nyelvtudás, hát még ezen kívül portugálul, olaszul, katalánul beszél, szóval nagyon-nagyon belefeledkezett ebbe, és most fog majd egy honlapot csinálni, ahol megpróbálja majd másoknak megmutatni, hogy hogyan lehet hatékonyan nyelvet magát tanulni. A nyelvtanulást, de izgalmas, igen. És akkor lényegében ő használni fogja ezt a tudást, igen, amit igen, így igen, magába szívott így, igen, az évek, igen, során tőled. És a párod, ő mennyire
azt tudom, hogy támogatja ezt a folyamatodat, mert hogy velem is ő vette fel a kapcsolatot, de hogy ő mennyire követi ezt a szemléletet, ezt a filozófiát, meg egy kicsit beszéljünk arról is, hogy először ez a kérdésem, most nem kalandozok el utána. Követi, sőt, hát ő a menedzserünk. Ő a menedzser. Ezt lehetne mondani, mert ő a háttérből szervezi a dolgokat. Igen, mondjuk azt ugye az üzletváltásokban is átjött, hogy nagyon profin csinálja ezt, és ez tök jó. Ő ezt nagyon ügyesen csinálja, hogy ezeket a tevékenységeket, amiket mi nem csinálunk. Én magával a könyvvel foglalkozok, vagy a napi munkával, de nem jut már idő, meg nem is olyan típus vagyok, hogy ennek a megmutatásával foglalkozzak. És ő pedig megtalálja azokat a lehetőségeket, ahol esetleg ezt lehet másokkal is megismertetni. Ő végezte például azt a munkát is, hogy a nagylányról a Kiskegyedben most jelent meg egy cikk. Írta, ezt akartam kérdezni, hogy akkor, és ez a Kiskegyedes cikk, akkor az a nagylányatokról. Így van, igen. Nagyon jól sikerült az is, nagyon sokan gratuláltak neki, nagy örömünkre szolgál. És a nyelvtudás, meg a karrier kapcsán? Mert az Unióba, a parlamenthez ennyi jelentkező közül éppen őt válasszák ki, az ira a pontot azt tette fel, hogy ez a nyelvtudása ennyire különleges. Fantasztikus. Mert a többi jelentkező diáknak is hihetetlen komoly képzettsége volt, meg nagy tudása, de ehhez tartozik egy érdekes történet a múlt hétről, hogy múlt hét pénteken volt a 23. születésnapja, és pont azon a napon volt az Európai Parlament nagy üléstermében az ottani gyakornokoknak, egy olyan 250 hallgatónak egy találkozója, egy előadás, és akkor az előadó ott feltett egy kérdést, hogy na, akkor csináljunk egy próbát, közületek ki az, aki az anyanyelvén kívül legalább két nyelven beszél, és felállt majdnem mindenki az ülésterembe. Akkor akkor üljön le az, aki maradjon állva az, aki az anyanyelvén kívül három nyelven beszél. Akkor leültek jó néhányan. Maradjon állva az, aki négy nyelven beszél. Akkor aki öt nyelven beszél. Ugye már fogyott a azért az már ott elég speciális. Akkor maradjon ülve az, aki az anyanyelven kívül hat nyelven beszél. Akkor már utána csak hárman maradtak állva. Mercedes és még két másik gyerek. És akkor maradjon állva az, aki az anyanyelvén kívül 8 nyelven beszél, és akkor már csak ő maradt állva. Tehát a 250 fős hallgatóság közül ő volt az, aki legtöbb nyelven beszél, és utána szünetbe pedig mentek oda hozzá, hogy úristen, hát mondd már el, hogy csinálod ezt. Igen, biztos, hogy érdemes lesz erre egy honlapot, meg igen. információt. És hát ő nagy örömmel szokott erről beszélni. Tehát egyébként is ugye nyelvészet, bölcsész szakon végzett, eleve már az érdeklődése ez volt, de most meg inkább már ebbe a diplomácia és politika irányába mozdult el, és hát ez egy nagyon-nagyon jó hely, hogy itt ki tud még inkább teljesedni. Hát olyan emberekkel találkozik, ahol ezt tudja hasznosítani, ezt a tudását. Úgyhogy ez egy olyan bónusz számunkra. Jó, ez igazából tényleg nem, amikor így látod a gyümölcsét útnak, amit végigjártatok. És hát ugye szabad ne felejtsd, a feleségemet kérdezted, hogy ő hogy működik közre. A repülőjegy rendeléstől kezdve az egyetemekkel való levelezés és erkölcsi bizonyítvány beszerzéstől kezdve mindenféle egyéb engedélyek, amiket kell, azokat, hogy napra készen pontosan meglegyen, és azokat ő intézi. Tehát ezzel a fajta kiegészítő tevékenységgel rengeteget tud segíteni a lányoknak, meg nekünk is. És hát azt, hogy ezeket az információkat, amelyeket mi egyébként szívesen megosztunk másokkal, tényleg legyen kivel megosztani, ahhoz meg ő szokta megkeresni a csapatnak. Ő a menedzser, ő a marketinges. Nagyon jó csapatot alkottok együtt. Fantasztikus. És milyen volt az a megélés, hogy ugye most akkor egyik lányatok sincsen már itthon, tehát hogy akkor így... Igen, most szeptember 1-től már bekövetkezett. Ez egy ilyen új helyzet. Igen, ez nagyon úgy, de hát ugye minden szülő keresztül megy ezen, de most nálunk ez ilyen nagyon hirtelen jött, tehát mind a kettő külföldre utazott el. Karácsonykor jönnek vissza, de csak egy hetük lesz, mert a kicsi az azon kívül, hogy erre az egyetemre felvették, itt van lehetőség arra, hogy a 4 év helyett, ha 3 évet végez és felvesz még plusz tárgyakat,
akkor a negyedik, ötödik évet azt a New Yorki Columbia Egyetemen végezheti. Azt a mindenit. Az meg egy Ivy League egyetem, tehát a világ legjobb egyetemei közé tartozik, és neki igazándiból az volt a szándéka, hogy ő szeretne egy ilyen Ivy League egyetemre bekerülni. Ha direktben nem is nagyon lehet, mert hihetetlen. Ő beadta az MIT-re, a Harvardra is a jelentkezését, tehát nem volt, benne nem voltak gátak. Tehát nincsen korlát. Ezek, ezek a határtalan erőfel buzog benne, és számára teljesen egyértelmű, hogy ő magyar gyerekként innen Tenerife-ről nyugodtan beadhatja a jelentkezését. Nincs ezzel probléma, nincsenek ilyen hiedelmek, hogy ez nem igen, működhet. Nincs kis hitűség benne. És például a UChicago Egyetem, ugye az is a legjobbak közé tartozik, ott bejutott a második fordulóba. A Yale-re is beadta, de természetesen hát Spanyolországból a Yale-re összesen kettőt vettek fel, két szemét. Azt hiszem Magyarországon is egy gyereket vettek fel. Tehát az már egy kicsit a extremitás kategóriája, hogy oda be lehessen jutni direktbe, internacionális, tehát nemzetközi diákként. Azok ugye nem sikerültek, de önállóan fél évet dolgozott rajta, hogy írta az esszéket, írta a jelentkezéseket, töltötte ki az adatlapokat, levelezett az egyetemekkel. Ő ezt mindet megcsinálta önállóan 17 évesen. Fantasztikus. Tehát már ez óriási dolog volt, hogy ő ezeket végigcsinálta, ezeket a jelentkezéseket. És végül is aztán ezen kívül három egyetemre sikerült felvételt nyernie, ezt választotta, mert hogy itt a negyedik és ötödik évet azt a Kolumbián végezheti el. És hát ehhez most ilyen emelt szintű, nagyon magas szintű matekot és fizikát kell tanulnia, de épp a napokban hihetetlen, mondta, hogy hát azt mondja, apa most már nagyon-nagyon jól megy, mert most átesett a holdponton, és akkor most már gördülékeny, és azt mondja, hát hidd már el, azt mondja, most már értem, hogy mit mondtál, hogy igazán mindegyik csak egy, meg kell érteni a lényegét, és akkor utána mindegyik egyforma, és küldi a fotókat, hogy a táblát teleírta integrál differenciál egyenletekkel, és a végén megvan a megoldás, és naponta többet ilyet megcsinál, és annyira élvezi. Szóval hát ezek mind az álmait éli lényegében, igen, ugye? Igen. Tehát, hogy most mind a két lány az álmait éli, és ti is az álmaitokat élitek. Igen, mert mi is már itt nagyon jól megvagyunk. Milyen volt az eleje, amikor kijöttetek? Vagy az igazából, ami érdekel szerintem sok mindenkit, engem biztosan, hogy, és pont a könyv kapcsán is, hogy mi az a, tehát hogy vagy te a félelemmel, hogy vagy te a frusztrációval, a korlátokkal, ugye ezzel a belső párbeszéddel, ami zajlik, hogy ezekkel mi volt a... Tehát ilyen forduló pont lenne igazából izgalmas, hogy volt egy megélés, és aztán egy transformáció. Igen. A Facebook csoportnak az alcíme az, hogy a félelem nélküli élet. Aha. Itt ez a lényege mindennek talán. Ezt kellene tudni megvalósítani. Tehát a félelem nélküli élet. Igen, ugye a Facebook csoportnak ez az alcíme, nem véletlenül, mert ez az egyik legfontosabb dolog, amit el kellene, hogy tudjunk érni. Uh-huh. Több okból kifolyólag is ez nem könnyű, tehát vannak az emberben régről hozott olyan káros emlékek, félelmek, stressz okozta gátak, amelyek a tudatalattiba beépülnek, és nem is vesszük észre, de azok kezdik el irányítani az életünket. Tehát nem tudjuk, hogy mi miatt történik minden úgy, ahogy történik, mi miatt nem sikerül valami, pedig nagyon szeretnénk. Azért, mert ezek az emlékek, memories, ahogy Lloyd mondja, ezek határozzák meg azt, hogy milyen az életünk. Mert ezek beépülnek a tudatalattiba, stressz okozta káros emlékek és félelmek, azok spontán beépülnek, és onnantól kezdve átveszik az irányítást az életünk felett. Tehát a félelemtől való megszabadulás az egyik legfontosabb feladat, de nem egyszerű. Ugye a könyvnek is az egyik mondani valója az, hogy ezeket az átalakításokat, ezeket a változtatásokat az életünkbe, ezeket tudatosan nem lehet végrehajtani. Ezeket csak a tudatalattiban történő változtatással lehet módosítani. Az összes motivációs előadónak és könyvnek az egyik nagy hibája, sok más mellett, az, hogy azt hangoztatja, hogy tudatosan a gondolatok segítségével tudsz változtatni az életeden. És ez egészen olyan extrém kijelentésekig fajul, hogy van, aki azt mondja, hogy döntsd el, hogy boldog leszel, és akkor az leszel. Döntsd el, hogy sikeres leszel, mert a siker döntés kérdése. Nem döntés, nem tudatos döntés kérdése. Abszolút, tudatosan abszolút. Nem lehet ez befolyásolni, ez legalább olyan nagy tévhit, mintha azt mondanám, hogy döntsd el, hogy egészséges leszel, mert az egészség döntés kérdése. Nem. Mert nem a gondolatok és a akarat erő határozza meg,
hanem sokkal másabb. Hát, mi a tudatalatti program, ami fut bennünk ezzel kapcsolatban? Így van, így van. És a másik pedig, hogy mikor ugye arról próbálnak beszélni sokan, akik életmódváltoztatást szeretnének másoknak, ebben szeretnének segíteni. Ugye azt mondják, hogy az akaraterővel lehet változtatni ezeken a dolgokon, és a gondolatoknak a segítségével. Tehát a pozitív gondolkodás, hát a könyvem az eleve úgy indul, hogy egy dolog van, amit nagyon-nagyon kritikusan kezelek és szemlélek, és nagyon sokat árt az embereknek, az az üres pozitív gondolkodás hangsúlyozás. Aha. Mert ez tényleg többet árt, mint használ, mert azt hiszem, hogy tettem valamit, magamra akarom erőltetni a pozitív gondolatokat. Persze van ennek már finomított változata, amikor azt mondják, hogy a pozitív gondolkodás azt jelenti, hogy minden helyzetben érzed, hogy majd ez meg fog javulni. Ez már egy kicsit árnyaltabb megfogalmazás. Igen. De a lényeg ott van, és a probléma ott van, hogy a gondolkodásra összpontosít, és arra teszi a hangsúlyt, mintha a gondolatok segítségével lehetne neked majd aztán megváltoztatni az életedet. De nem azért vannak negatív gondolataink, mert azok csak úgy jönnek, és éppen szórakozásból most olyan kedvünk van, hogy negatív gondolataink legyenek, és ezt ha fogom és kidobom, és ezen változtatok, akkor minden megváltozik. Nem, azért vannak negatív gondolataink, mert belül a tudatalattiból az ott lévő félelem az eredményezi, hogy jönnek fel bennünk a gondolatok, amik negatívvá válnak pont emiatt. Tehát ha azt szeretnénk, hogy ez az ördögi kör megszakadjon, akkor nem a gondolatokat kell próbálgatni, a következményt megváltoztatni, mert azzal csak a következményt változtatjuk meg, hanem az okot kellene tudni megváltoztatni. Tehát azt, hogy a tudatalattiból, belülről ne a félelem dolgozzon bennünk, és ne ezek a negatív gondolatok és sötét felhők jöjjenek fel, hanem az a tiszta, örömteli, sima és ősi energia, ami egyébként minden emberben megvan. Most ezeknek az előhozása, ez azért nem megy, mert ezek a stressz okozta káros emlékek, ezek leblokkolnak bennünket. És a stressz lényegében az, ami leginkább meghatározza azt, hogy végül is milyen az életminőségünk, mert a tudatalattiba spontán módon lényegében a stressz tud beírni információt. Körülbelül 7 éves koráig a gyereknek minden információ, amit megkap, szinte beíródik a tudatalattiba, mert akkor kell mindennel feltöltődnie és mindent megtanulnia. Mi van? Mélyen. De utána már átveszi a szerepet a tudatosság. És akkor már nem annyira nagyon lehet változtatni. Igen, de ezt ugye vizsgálták is ugye az agyhullámokat, hogy ugye akkor igen, még igen. Téta meg alfa igen. állapotban vannak igen, főleg a gyerekek, mélyen. És utána ilyen 6-7 éves korba vált át ugye már a bétára. Igen. És ha szeretnénk azt elérni, hogy ne csak a stressz formálja a tudatalattinkat, mert spontán módon ez formálja. Uh-huh. Tehát észre se vesszük egy stressz helyzet, ami nem feltétlenül olyan stressz, hogy hirtelen egy kerítés mellett megugatott a kutya, én megrezzentem, és akkor megijedtem tőle. Ez is egyfajta stressz helyzet, de a civilizált világban számtalan stressz helyzet van. Hát a főnök is a stressz helyzet, minden, vagy a kolléga, az, vagy bárki. Igen, van. Tehát az adóhivataltól kezdve a közlekedésig minden. Ami a normál élethez tartozó esemény, és közben mégiscsak valamilyen szinten stresszt okoz bennünk. Ennek nagyon-nagyon szertágazó sok következménye van, ezt már egyre többen mutatják. Igen, ez a legnagyobb civilizációs betegségünk is a stressz alapvetően. Ami a legérdekesebb összefüggés az, hogy az immunrendszerre is nagyon-nagyon erősen abszolút, hat. Aha. Tehát gyakorlatilag leblokkolja az immunrendszert. Egy hirtelen stressz helyzet az percekre leblokkolja, vagy akár hosszabb időre is az immunrendszert, és ebben az esetben pedig előjönnek azok az eddig ismeretlen betegségek, amelyek abból fakadnak, hogy az immunrendszer nem tudja legyőzni a külső kórokozókat, a belső szervezetnek a működését nem tudja kontrollálni rendesen. Tehát hihetetlen károkat okoz, még ha nem is érezzük, és nem tudjuk konkrétan megfogni, hogy mi a. És te hogyan kezeled a stresszt akkor? Szoktál stresszes lenni egyébként? Tehát függetlenül előjön, meg tud jelenni, mindenkinél megjelenik, persze. Én is inkább azok közé tartozom, akik hamar ilyen állapotba kerülnek, de hát az a
tudatalatti kontrollal, vagy a gyógyító kódokkal, ez szerintem nagyon jól kezelhető. Én rengeteg módszert kipróbáltam, tehát az agykontrolltól kezdve a kimódolgán keresztül. Igen, azt akarom mondani, az agykontroll is valahol igen. tudatalatti programozás. A Domján Lacinak két előadást, vagy két tanfolyamát is elvégeztem, és nagyon-nagyon szerettem, és nagyon tisztelem őt a munkásságáért, és az agykontroll egy nagyon jó módszer. Egy picit én azt érzem, talán az hiányzik belőle, hogy ott is túlságosan a tudatosságra helyezik a hangsúlyt. Uh-huh. Tehát eldöntöm, hogy meg szeretnék gyógyulni, és akkor hogy eldöntöm, hogy ezt fogom majd programozni, elképzelem, ami rendben van, de ez a fajta tudatos döntés, ezzel gond van. És sokszor ez blokkot okoz, gátat okoz, mert a tudatos döntés és akarat, szándék, az mindig összekapcsolódik az akarat erővel. Uh-huh. És Lloydnak az egyik könyvének a cím, alcíme pedig az, hogy a szeretet kód, ez a második könyve, az akarat erőn túl. Uh-huh. Ez nem véletlenül nem akarni mert az akarat erő az stresszhez vezet. Tehát ha valamit nagyon erősen akarsz... Meg fenntart egy állapotot, nem egy valóság állapotot, amiben igazából akarunk csak, de hogy nem érjük el azt, amit... Akarom. És ez a mai világnak egy hihetetlen nagy hátránya, hogy az akaraterőt azt gondoljuk, azt halljuk az iskolába, azt halljuk otthon, azt halljuk a munkahelyen, minden, hogy akarni kell. Schwarzeneggernek is számtalan ilyen nagyon káros videója van. Igen, mert egyébként értem mögött a filozófiát, mert én ezt egy kicsit úgy tapasztaltam meg, amíg mondjuk ilyen úton mentem én is, hogy igen, végig lehet ugye szokásokat fel lehet építeni 21 nap alatt, és ugye végig lehet kb. Verekednie magát az embernek ezen az őserdőn, vagy dzsungelen, ami ugye a belső valóság, de hogyha így megértjük ezt a folyamatot, mert hogy szerintem ez nagyon sok helyen megjelenik az, amit te is írsz a könyvbe. Nekem a kedvencem az a Dr. Joe Dispenza, de egyébként a Hawaii Ho'oponopono is nagyon hasonló tisztításról beszél, csak ugye most az megint egy másik, vagy a meditációk, mindegy, most nem akarok annyira szertágazó lenni. Tehát ez olyan, mintha az egyik az a keresztül verekedjük magunkat, és Schwarzenegger is ugye az ő valóságában azt tapasztalta meg, hogy az az útja neki, de egyébként meg ezt lehet így is teremteni, nem? Tehát, hogy a teremtés a kvantum valóságban az nincsen térési idő. Úgy mondanám inkább, hogy csak úgy lehet teremteni. Na igen, de ez az óriási dimenzióváltás. A másik út, amit említettél, az a depresszióhoz vezet. És a kiégéshez, és az elkeseredettséghez. Mert amikor eljutsz, átverekedted magadat, akkor úgy érzed, és elérsz valami anyagi, vagy valamilyen célt, nem biztos, hogy anyagi, de valamit, amit eldöntöttél, és nagyon erősen akartad, és akkor szokott az bekövetkezni, mint ami a könnyűzenei sztároknál bekövetkezik, hogy úristen, csak ennyi. Aha. Mikor elérted, akkor csak ennyi. Tehát, hogy nem ott van a lényeg. Nem ott volt a katarzis, az nem ott jött el. Tehát akarat erővel gyakorlatilag érdemben nem lehet elérni semmit. Átmenetileg felszínen ezek alapvetően hiánycélok, nem? Tehát egy cél, amire vágyunk, most teszem azt, legyen az egy ingatlan vagy bármi, ez egy hiánycél, ami megmutatja azt, hogy mi az, ami hiányzik belőlem, de hogy nem a tárgy fogja megadni azt, aki vagyok, hanem az odavezető úton válok azzá. Igen. Természetesen ugye itt meg kell jegyezni, hogy mindenkinek természetes igénye, hogy legyenek valamiféle anyagi eszközei, valamiféle anyagi lehetőségei legyenek, legyen pénze. Hát ez az alap Maslow piramis is, nem? Tehát, hogy ez meg kell, hogy legyen. És ugye nem helyes azt mondani, hogy hát a pénz nem boldogít, meg a pénz így. Nem, abszolút nem, így van. Ugye vannak olyan elméletek is, hogy utasítsd el, és akkor majd a lelki békédet megtalálod. De ezeket egységben kell kezelni. Tehát a nagyon-nagyon káros, hihetetlen káros és számomra mindig felháborító tanács, ez az akaraterőnek a túlhangsúlyozása. Uh-huh. Ezzel nem csak egy-egy előadó a hallgatóinak, hanem a világon gyakorlatilag az összes média és könyv rengeteget árt az embereknek, hogy ezt súlykolja. Uh-huh. Mintha, tehát a mai nyugati civilizáció ettől beteg szinte, hogy akar mindent. Mindent meg akar szerezni, és akaraterővel akar elérni. Hát és a világnak a menetén is látjuk ugye ezt a, hogy mondjuk a környezeti pusztítások, mert minden, én ezeket tudom, hát ez az állandó kell, több kell, nagyobb kell, stb. Igen. Aha. Igen, ennek ugye utána már ez a következménye, de természetesen ugye akarni kell, de ez a kifejezés nem helyes, inkább azt mondanám, hogy meg kell fogalmazni valamilyen szándékot, ami függő.
Tehát attól függ, hogy milyen állapotban vagyok, de majd be fog következni. Aha. És a feltételeket kell hozzá megteremteni, hogy az bekövetkezzen könnyedén. Mik a feltételek? Könnyedén. Az, hogy azt a fajta stresszt, ami meggátol engem a szándékoknak a megvalósulásába, és akaraterőbe torkollik, és azzal próbálom kompenzálni. Ezek a szabotőrjeink lényegében, igen, ugye valami olyasmi? Azokat kell kiiktatni. És neked milyen eszközök van? Vagy nem akarok sok spoilerezést a könyvből, hogy van olyan, amit esetleg... Jó, az agykontrollról beszéltünk. Van olyan, ami neked így kedvenced, és esetleg megosztod, vagy inkább, nem spoilerezünk, és a könyvben ott van. Nem, igen, feltétlenül kell. Van egy, a könyvben is leírom, hogy... Több eszközt is használsz egyébként? Vagy? Én most már gyakorlatilag a gyógyítókódnak a technikáját és annak az általam tovább fejlesztett változatát használom. Erről készítettem anyagokat, tájékoztatókat, ezt szoktam javasolni. Mert létezik többféle, de ez egy nagyon rövid, egyszerű, tömény és hatékony, pont a nyugati embernek való. Aha. Tehát nem órákon tartó meditáció és elvonulás és az erdőben a nyugalom megtalálása. Ezek is eszközök, de a mai világban nem használható eszközök, vagy nagyon korlátozottan használható. Nem mindenki jut el oda, hogy rávegye magát arra, igen, hogy most leülök egy órára. Így van, de van olyan technika, ugye a gyógyítókód, amely kéztartások és energetizálást jelent. Aha. Néhány perc, és ez, hogy hogyan, nem tudjuk. NLP, nem NLP alapú? Vagy nem. Hát az NLP ott megint vannak gondok, mert ott is a tudatosság egy kicsit. Igen, tudom, csak hogy egyébként ugye a testet programozni segít. Tehát, hogy az NLP hasonló. Megpróbál sok technika, megpróbál hatással lenni a testre, megpróbál hatással lenni a tudatra, a tudatalattira. Megtörni ezeket a mintákat, lényegében a stressz mintát. És van, amelyiknek sikerül egy kicsit jobban, van, amelyiknek kevésbé, van, amelyik teljesen tévúton jár, de nem csak egy módszer létezik. Viszont ezt találtam olyannak, hogy akár a gyógyítás szempontjából, akár az átlagos hétköznapi életminőség és közérzetnek a javítása szempontjából, vagy a normál stressz helyzeteknek a kezelése szempontjából a legegyszerűbb, leghatékonyabb. Mikor elolvastam Lloyd könyvét, akkor hát ugye ő hivatkozik, ő pszichológusként megteheti, hogy hivatkozik gyógyulásokra is. Én nem vagyok ebben szakember, tehát én nem ragadhatom el magam, hogy ezt állítsam, de az biztos, hogy de a van. Saját példát, de a saját családot példája. Azt elmondhatom, és az volt, amikor az ő módszerét elkezdtem használni, hogy nekem évtizedek óta visszamenőleg hihetetlen erős gyomorégéssel összefüggő migrénes fejfájásom volt. Sokszor nem is tudtam mitől. Lehet, hogy a stressz, ugye gimnáziumtól kezdve a főiskola, mindenkinek nehéz, lehet így csapódott le, lehet az étkezés, vannak olyan dolgok, amelyek ugye ezt erősítik. Így van. Hát sok minden lehetett az oka, de sokszor teljesen spontán úgy ébredtem, hogy ég a gyomrom, és akkor egész nap már fájt a fejem. Röntgentől kezdve mindenféle gyomortükrözésen keresztül vérnyomás, mindenre gondoltak, és mindent próbáltam feltérképezni az orvosok segítségével, rájönni, hogy mi lehet az oka. Savlekötőktől kezdve mindenféle gyógyszerekkel talán, hogy ezt meg lehet szüntetni. Ez évtizedeken keresztül nem sikerült. Tehát ezzel eléggé szenvedtem tőle sokat. Aztán, amikor így indult a napom, akkor az oda volt. Tehát akkor ez a nap szinte, az így elment. Alig tudtam csinálni bármit. Ez azért kemény volt. Az igen. És a vesztenivalóm nincs, akkor a Lloyd módszerét elkezdtem erre alkalmazni. És elkezdtem, de aztán megfeledkeztem róla, és mert jöttek olyan képek be, hogy nem is ez lett már a fontos, hanem inkább így az egésznek az elméletével és a lényegével összefüggő új információk kezdtek megjelenni. És akkor azokra összpontosítottam, és azután ugye megerősített abban, hogy a könyvet akkor meg kellene írni, és elindultam ebbe az irányba, és akkor így az írás gyorsult fel. Aztán majd egy-két hónap múlva jutott eszembe, hogy ja tényleg, hát akkor az a gyomor problémát térjünk már rá vissza megint. Akkor már volt is benne egy kis gyakorlatom, és ahogy direkt erre összpontosítva végeztem a kódolást, akkor hát egy olyan 3-4 nap leforgása alatt egy alkalommal már úgy ébredtem fel, hogy gyakorlatilag megszűnt, eltűnt, elpárolgott. Az, ami 30 éven keresztül ott volt, és nem tudtam tőle megszabadulni.
Na hát az úgy, azért azt kell, hogy mondjam, hogy feltette az ira a pontot, tehát onnantól kezdve, hogy elpárolgott még az a kis kétség is belőlem, ami esetleg volt, mert ugye én műszaki ember vagyok, én mindent szeretek megérteni, világos, bebizonyítani matematikailag, fizikailag. Látni akarod a mögötte lévő dolgokat, igen, hogy az miért úgy így van. Aha. Én egy kicsit szkeptikus és kritikus is vagyok ezekkel a nagyon-nagyon túlzó ezoterikus vonalakkal. Természetesen vannak olyan dolgok a világon, amikről nem tudunk, és amelyek olyan energiákat tudnak megmozgatni, amelyek csodákra képesek, de ennek a területnek is van hihetetlen sok vadhajtása. Biztos leszem. Lehet, hogy a másik könyvem az majd erről fog szólni. Vadhajtások? Ott, így van, hogy ott milyen dolgokra kellene odafigyelni, és nem szabadna túlzásokba esni. Tehát én inkább egy kicsit ilyen mérnöki módon gondolkodok, és szeretném megérteni, de Lloyd is azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy hogy működik ez, hogy mi konkrétan mi okozza azt, hogy valami kitöröl valamit a tudatalattiból, és onnantól kezdve megszűnik az oka egy bizonyos fájdalomnak, egy bizonyos betegségnek, egy bizonyos stressz érzésnek. Most ezt egyébként, ugye említettem a Dr. Joe Dispenzát, és ők ugye a rendezvényeken mérik már ezeket, ugye, hogy a különböző agyhullámokat figyelnek, meg ugye a szívet figyelik, és mérik ezeket, most már van nekik valami műszerük erre, hogy az energiákat is tudják mérni, és pont nagyon sokat, tehát minden nap őt hallgatom most ez az új hobbi, mert hogy igazából rájöttem, hogy tényleg a transformációhoz ez kell. Tehát ez a fajta, amiről most is beszélgetünk szemlélet, és nagyon szeretem benne pont ezt a tudományos részét, hogy ő ezt így visszaadja, és megmutatja, hogy akkor tessék, itt vannak az értékek, és beszél arról, hogy mi hogyan van, és hogy fantasztikus csodáknak is mondhatnánk, hogy tényleg ott is volt két vagy három napos, vagy nem, ott ugye egy hetes rendezvények vannak, és hogy felállt a tolókocsiból a hölgy, meg mit tudom én, és hogy ugye ezekre tudományosan most már alá tudják támasztani. Kezd ez az egész terület egy kicsit kiszélesedni. Igen, tehát egy ilyen új világ nyílik meg előttünk. Ez biztató. Nagyon sok orvos is kezd erre nyitott lenni. Egyébként az orvostudományt én nem szoktam kritizálni, tehát itt is vannak nagyon túlzó hangok, hát itt az orvosok azok csak a gyógyszeriparnak a reklámját nyomják, és csak azért vásároltatják velünk, hogy nekik hasznuk legyen, és az egész egészségügy erről szól. Vannak ilyen jelek természetesen, de ettől függetlenül a mai nyugati orvostudomány hihetetlen csodákra képes. Van. Nem lehet elvitatni, vagy a penicillinnek a felfedezése szinte száz évben egyszer történik ilyen. Óriási eredmények vannak, de vannak olyan területek, amelyek még csak most kezdenek feltárulni, tehát én ezt is meg kell, hogy engedje az ember még attól, akkor is, hogyha nincsenek mindig tényleges, mérhető bizonyítékok mögötte, hogy elkezdjünk rajta gondolkodni, és kezdjük próbálgatni, hogy mik ezek a lehetőségek, amelyek előttünk vannak. Tehát ilyen értelemben ezeket a fajta új kutatási eredményeket én elfogadom, és ez vezet el a jövőbe. És biztos, hogy az az általános szlogen, hogy ugye minden energia, ez az asztalis energia, meg mi magunk energiából állunk, ez így igaz. Ezzel a kijelentéssel, ez már nagyon fontos, hogy így elhisszük, de még nem sok mindent tudunk kezdeni, hanem ezt meg kell tölteni tartalommal. Így van, így de van. Most jön az időszak, ami a fizikában már lezajlott, ugye a hagyományos kepleri fizikát már felváltotta a kvantumfizika, ami így már van. Hullámokról, energiáról beszél, és azt próbálja mérni, és tudja is mérni. Az orvostudományban még ugye nem jutottunk el oda, hogy kvantumbiológia legyen, és a biológiában általában, de itt vagyunk előtte, tehát ez abszolút, igen, ez egy nagyon izgalmas világ előtt állunk ilyen szempontból, és szerintem ennek abszolút te is az úttörője vagy a könyveddel, és ahogy viszed ezt az egészet, és szerencsére nagyon, nagyon egyre több ember van, aki ezzel foglalkozik, hogy tényleg arról szól az élet, hogy akkor éljük már meg olyan teljességgel, amilyennek megélhetnénk, és hogy ne frusztrációba, félelembe, korlátokba legyünk benne. Nekem ilyen nagy transformáció például az, hogy itt ülök veled és beszélgetek. Igen. Tehát mi mindig próbálunk így elmenni egy időszak, és tavaly egy hónapot voltunk Horvátországban, és akkor idén mondtam, hogy most ne Horvátországban menjünk, mert én nagyon szeretem, de hogy kicsit máshol valami, és akkor valahogy szembe jött Tenerife, és akkor ezt választottuk, és én csak ilyen spontán jött, vagy hát intuícióban elkezdtem ugye interjúkat csinálni, így a csatornán, hogy akkor mi lenne, hogyha feldobnám itt is a labdát, aztán vagy reagálnak a csoportból, vagy nem, hát valakivel találkozok, vagy nem, és ugye
kedves feleséged igen, volt az első, aki rám írt, és így végigolvasva, és megkérdezheted a feleséget, itt a kisgyerek olyan lelkes volt, hogy ú, tök jó, hogy veled tudok beszélgetni, mert hogy ez annyira mozgat ez a téma, és hogy az a visszacsatolása is annak, hogy mit teremtek, az most megjelenik, igen, hogy mondjuk igen, akkor itt ülök, és veled igen, beszélgetek, és egyébként, hogyha egyébként meg a jó, nem merek oda beírni, meg mit szólnak, meg hú, biztos, hogy én ezt akarom. Tehát, hogy igen, ugye igen, a másik oldal is, hogy akkor melyik valóságot választjuk, és szerintem igen, ez igen, egy fantasztikus, hogy ez, ez így felszabadíthatjuk magunkat ezek alól a igen, korlátok alól. Igen. Az biztos, hogy nagyon sok embernek nagyon sokat lehetne segíteni. És csak ugye azért fogalmazok így lassan, mert szokták azt mondani, hogy hát csak annak tudsz segíteni, aki fel van rá készülve, aki már azon a szinten van. Ez egy kicsit azért árnyaltabban kell fogalmazni, tehát mindenkinek lehet segíteni. Igen. Mindegy, milyen szinten van. Tehát itt nincs alacsony szint vagy felső szint, és az is egy kicsit, az már lehet a harmadik könyvnek lesz a témája. Ez a szintezgetés. Ez a szintezgetés, igen, hogy igen, a tudatos, megint ugye kezdjük, a tudatosságnak a szintje emelkedik, és a földnek a rezgése emelkedik, nem tudom hova, nem tudom milyen rezgés, de igen, valami igen, nagyon emelkedik, és az egész emberiség az emelkedik, és az egyénnek is egyre magasabb szintre kell kerülni. Hát ha már ezt így fogom meg, akkor már nagyon alacsony szinten vagyok, mondjuk. Igen, mert nincs, mert hogy mit szintezünk, nincs, mihez, nem? Nincs ilyen, tehát igen, mindenkinek lehet, és ugye akkor, hogy a másik pedig, hogy megint egy tévhit, hogy kerüld az olyan emberek társaságát, akik lehúznak téged, és akik az energiádat elszívják, és akik rossz hatással vannak rád, mert amilyen emberek között leszel, olyan emberré válsz. Ezek mind, ezek csak ilyen hitek, hitvilágok, ugye? Teljesen tévhitek. Tehát ha te önmagadban meg vagy tisztulva azoktól a káros emlékektől, stressz okozta képektől, amelyek téged leblokkoltak, és tombol benned az energia, mert most már van lehetősége feltörni benned annak az életerőnek és örömnek, ami egyébként mindenkiben benne lenne, ha ez megtörténik, akkor te mindegy, hogy kivel vagy egy csoportba, kivel vagy egymás mellett, ki hat rád, ki nem hat rád, ami nem neked szánt energia, az lepattan rólad, az nem fog téged lehúzni. Így van, így van. Ehhez viszont az kell, hogy te magad erős legyél, és te magad legyél energikus legyél, és teljesen önmagaddal. Ez igen, a megoldás, nem pedig az, hogy kerüld az olyan embereknek a közelségét, akik rossz hatással vannak. Mert a végén akkor hát ott fogsz ülni egy sötét szobában, nehogy valaki ott hozzám. Igen, abszolút tehát értem. Tehát itt minden egyes ilyen, mondjuk ezen végigmegyek, vagy 8-10 ilyen tévhitet próbálok megvilágítani, hogy ezek mennyire helytelen magatartások. Ebből az következik végül is, hogy mindenkinek lehet segíteni, teljesen mindegy, milyen képzettsége van, milyen végzettsége van, milyen állapotban van, milyen szinten van, fogalmazunk így. Mindenkinek lehet segíteni, de tehát ebből kifolyólag én nem is szoktam úgymond szelektálni. Aki megkeresem, nagyon szívesen segítek, és aki megkérdez, annak meg nagyon szívesen válaszolok, és én magam is örülök neki, hogy így találkoztunk, és tudunk beszélgetni, de lényegében az információ, ami a könyvben sokak szerint egyébként elég jó olvasmányosan le lett írva, az már nagyon sok mindenkinek segített, és nagyon-nagyon sokan írtak, hogy köszönik, és egyszerűen nem hiszik el, de tudtak változtatni azon, amin eddig semmilyen módszerrel nem tudtak de jó, változtatni. Hát ez fantasztikus. Egy nagyon jó visszacsatolás számomra is. Mi volt a legnagyobb pofon az életben, ami így azt mondod, hogy így hú, ez úgy megérintett, és ugye jön is belőle a válasz, vagy a kérdés a következő, hogy mi adta a legnagyobb erőt utána neked, hogy azon átlendülj? Talán nem is feltétlenül a legnagyobb, de a legmegfoghatóbb és hatásosabb, még mikor ide kiköltöztünk és kezdtük ezt a ingatlan vásárlás, hitelügyintézés, felújítás, eladást, akkor az egyik eladóval megállapodtunk, az ügyfél ugye befizette az előleget, elkezdtük a hitelügyintézést, és egyszerűen nem boldogultunk vele, kicsúsztunk a határidőből, módosított egy kicsit a határidőn, hogy ne veszítsük el az előleget, és ez nekem egy rossz helyzet volt, mert két tűz között voltam, tehát nem akartam senkinek rosszat, és egyszerűen nem tudtam megoldani a helyzetet. Mindent elkövettünk már, mindenféle csatornát, bankot, ismerőst, ingatlanost megkerestünk, hogy próbáljon akkor segíteni, hogy hogyan lehetne
és eljött az a, az a pillanat, hogy azt mondta az eladó, hogy, hogy nem is tudom, június 3-án el kell utaznia, megvan a jegye Karib-szigeti körútra, tehát egyszerűen addig tud várni, ha addig nem tudjuk kifizetni az ingatlant, akkor, akkor vége, felbontja a szerződést, minden, amit eddig tettünk, meg befizettünk, az elvész. Aztán. Ez egy, tehát hogy mondja, nem a saját pénzem volt, de nagyon-nagyon rosszul érintett, hogy, hogy hihetetlen, hogy egyszerűen nem tudom ezt a helyzetet megoldani, és egy kicsit talán jobban is magamra vettem, mint ahogy kellett volna, vagy ahogy más vette volna. Nagyon-nagyon azt mondtam, hogy ettől többet én már nem tudok tenni, tehát innentől kezdve ezt így, ezt az egészet most már így elengedem, és majd lesz valahogy. Ez volt 2 nappal előtte, és reggel vagy éjszaka, én már nem is tudom, jelent meg egy olyan kép előttem, egy ilyen végtelen nagy tér nyílt ki, és onnan áramlott valamiféle energia és egy ilyen nagy nyugalom, ami valahogy azt mondta, hogy jól tetted, hogy elengedted, mert így most már, hogy nem görcsösen ragaszkodsz hozzá, és minden áron meg akarod csinálni, így majd most meg fog oldódni. Wow. És egyszerűen hihetetlen módon, de megoldódott. Azt a mindenit. És nagyon sok dolgot a feje tetejéről a talpára kell állítani. Tehát nagyon sok dolognak a lényege pont ki van fordítva. És ennek a fő oka az, amit a könyvben is hangsúlyozok, hogy az a tévhit, hogy a tudat az, ami befolyásolja a világunkat, és a tudatos gondolkodással lehet megváltoztatni a világot, az okozza azt, hogy ezekhez a problémákhoz rossz irányból közelítünk. Mert a valóság az, hogy a tudatalatti az, ami okozza azt, hogy hogyan élünk, hogyan érezzük magunkat, és ha változtatni akarunk rajta, akkor gyakorlatilag nem a gondolatokban, nem a tudatban kell változtatni, mert az csak a felszínt érinti, hanem a tudatalattiban, annak pedig más a módja. Más az eszköz, ezt még azt hiszem, hogy az elején volt szándékomban mondani, de talán ez kimaradt, hogy a tudatalattiról ugye azt említettem, hogy spontán módon a stressz tud hatni, így tehát van, a stressz így van, ír így be információkat. De mi az, amivel mi magunk is írhatunk be információt, és mi az a módszer, amivel mi magunk is változtathatunk a belső képeken, az két dolog. Egyrészt ugye a gyógyítókor technikája meg tudja tisztítani ezektől a régi stressz élményektől a tudatalattit, és utána lehet azt megtenni, hogy beírok új információt. De hogy írom be? Autoszuggesszióval, hogy nézek a tükörbe és elmondom 500-szor, hogy jól érzem magam, nem fog menni. Vannak sajnos olyan dolgok, olyan előadások, ahol ez hangzik el. Hanem két dologgal lehet mai tudásunk szerint. Az egyik az, hogy alfa szinten kell tudatállapotunknak és az agyhullámoknak lenni, legalább alfa szinten, és akkor képek formájában a képzelet segítségével lehet információt bejuttatni. Ez a két eszköz áll rendelkezésünkre, és ebbe például az agykontroll az nagy segítséget ad. Ahol ugye már beszéltünk róla, hogy mi lehet az ok, hogy egy kicsit időnként nem teljesen eredményes, az is még, hogy úgy nem lehet beírni új információt, még ha jó technikával akarom beírni, alfa szinten képek segítségével, ha már ott van valami, ami nagyon erős, és nagyon be van égve. Igen. Azt először onnan ki kellene törölni, és mikor ez a út megnyílik, és megtisztul a terepben, akkor lehet új értékes információt beküldeni. Tehát ez a láncszem sokszor hiányzik, és ehhez a gyógyítókor technikája és a tudatalatti kontroll nagyon jó segítséget ad, hogy meg tudjuk tenni ezt a lépést, és utána már, ha jó technikát alkalmazunk, akkor sikerül új információkat bevinni, és akkor már valóban energetizálódni tudunk fel, töltődünk energiával, és meg tud valósulni. Új személyiséget tudunk képíteni, hogy újjá tudunk meg tudni az, amit szándékunk szerint szeretnénk megvalósítani. Így van. Fantasztikus, tök jó. Az a kérdésem még, hogy mi az, amit már nem csinálnál többet? Tehát, hogy mi akár ez értékrendbe, vagy tevékenységbe, tehát mi az, amit már azt mondod, hogy, amire azt mondod így, hogy köszönöm, nem. Tehát az én életemben már ennek nincsen helye. Igen, érdekes. Van ilyen. Én önkormányzati képviselő is voltam 4 éven keresztül, Hajdúböszörményben.
és hát meg akartam változtatni a várost, a világot, azon keresztül mindent, a politika segítségével, mert igazándiból az arra való lenne, hogy változtassunk a környezetünkön, változtassunk az életkörülményeken. Igen, a politika abszolút. Akkor innen hát, van a lány, bocsánat, hogy megakasztalak a lányodnak, innen van a küldetés, tudod? Igen, aha, igen. Aha. A kicsinek a matematika, a nagynak meg a politika. Oké, okay, bocsánat. Igen, de utána ott rá kellett jönnöm, hogy hát nem teljesen arra használják ma a politikát, mint amire való lenne. Hát ezzel nem mondok újat, de nagyon sok energiát belefektettem. Uh-huh. Tehát 8 év az nem kis idő, az tehát nem. A hőskorban is, a rendszerváltás után is képviselő voltam, aztán volt néhány év kihagyás, aztán megint az lettem. Az a sok energia, amit belefektettem, az végül is nem olyan szinten térült meg. Uh-huh. Tehát ilyen naív módon, tényleg jobbító szándékkal közelít az ember hozzá, azt gondolja, hogy ennek majd meg lesz az eredménye, és mindenkinek jót tesz vele. Ez ugye nem így van. Tehát akkor utána, a második ciklus után én eldöntöttem, hogy végül is igen, továbbra is szeretnék segíteni az embereket, meg szeretnék változtatni a világon, de nem a politika eszközeivel. Tehát az biztos, hogy még egyszer direktbe az ilyen pártpolitikai dolgokba nem megyek bele. A nagylányomnak is javaslom ezt, hogy ugyan most nagyon közel van a tűzhöz, és nagyon már számtalan Európa parlamenti képviselővel találkozott, már a parlamentnek az elnökével találkozott, és hát már vannak, akik azt mondták, hogy mikor elolvasták az önéletrajzát, életükben ők még ilyen önéletrajzot nem olvastak, és hát hihetetlen, amit tud, és hát jöjjön közénk, és segítünk, és mondja, hogy mit szeretne. Tehát nyílnak az ajtók már. De nem mindegy, hogy melyiken fog bemenni. Igen, és azt javaslom neki, hogy direkt pártpolitikában ne nagyon menjen bele, ha csak egy mód van rá, vagy nagyon óvatosan, mert ott már elég más viszonyok uralkodnak, igen, tehát elég abszolút, beteges abszolút viszonyok sokszor. Igen. Úgyhogy ez az a terület, amire azt mondom, hogy kipróbáltam, soha többet, nem is bántam meg, de még egyszer már ebben nem fog még bele. És mi az az érték, amire azt mondod, igen, hogy így, talán mondom, hogy a legbüszkébb vagy, hogy ami miatt így azt mondod, hogy ennek köszönheted a legtöbbet így az életedben, hogy az vagy ma, aki vagy. Igen. Vagy hogy mi az, ami miatt itt vagyok, vagy így van, csinálom. Így van. Igen, így is meg lehet fogalmazni, így van. Egyszerűen a jobbítás szándéka és az embereken való segítésnek a szándéka. Ez mindig is bennem volt. Ezekkel az eszközökkel azt gondolom, hogy ezt meg is tudom tenni, és ez akárhányszor ez a lehetőség adódik, hogy valakinek segítsek valamilyen szinten, akkor az mindig felvillanyoz engem. Tehát emiatt foglalkozok ezzel, emiatt vagyok olyan most, amilyen vagyok, és emiatt tervezem azt, hogy még ebben megpróbálok jobban kiteljesedni. Szuper, köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk hozzá, és köszönöm. Várjuk a következő könyvet, ha lesz, és ezt a könyvet meg akkor én berakom a linket, az elérhetőségeket, meg mindenfélét, hogy téged hol találnak meg. Igen. Santi, köszönöm szépen, hogy fogadtál, és hogy beszélgethettünk, én nagyon élveztem. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottatok. Iratkozzatok fel, kérlek, a csatornára, hogyha tetszett. Tudtok követni itt a YouTube-on minket, illetve a Spotify-on, Apple Podcast-on és Google Podcast-on is tudtok minket hallgatni. Ezek a beszélgetések, ezek felkerülnek oda is, hogyha éppen nem videót néztek, akkor tudjátok ott is hallgatni, és hogyha tehetitek, akkor osszátok majd minél több mindenkivel. Köszönjük szépen! Sziasztok!